Folytonosság, stabilitás és pártpolitika helyett várospolitika megvalósítása. Ezeket a szempontokat figyelembe véve dolgozna tovább Miskolcért a város három alpolgármestere, Varga Andrea, Badány Lajos és Szopkó Tibor a Függetlenek Szíve polgármester, illetve képviselőjelöltjei. Közös sajtótájékoztatójukon az elmúlt évek eredményeiről és a jövő terveiről számoltak be. Miskolc három alpolgármestere tartott sajtótájékoztatót a Szent István téren. A városvezetők Veres Pál 2019-es jelölőszervezete, a Függetlenek Szíve polgármester, illetve képviselőjelöltjei a június 9-i önkormányzati választáson. A politikusok azért fogtak össze, mert szeretnék folytatni azt a munkát, amit 2019-ben elkezdtek. Varga Andrea, humán és klímavédelemért felelős alpolgármester, a többi közt a város intézményrendszerének megújítását, a kulturális terület mostanra stabil, kiszámítható működését, a részvételi koncepció megalkotását és az Európai Unió 100 klímasemleges város misszióhoz való csatlakozást emelte ki beszédében. Én abban hiszek, hogy ez a hosszú távú tervezés és elköteleződés egy felelős városvezető csapat feladata. Hosszú távra tervezni és szakmailag megalapozott döntéseket hozni. Varga Andrea után Badány Lajos értékelte az elmúlt éveket. Mint mondta, a koronavírus járvány, az energiaválság, a visszatartott uniós források és a megörökölt 9 milliárd forintos adósság rendezése után Miskolc még mindig talpon van. A nehézségek ellenére a közszolgáltatásokat biztosította a város, sőt fontos lépéseket tett a környezetbarát közösségi közlekedés megvalósítása érdekében. Hiszen 2022-ben 10 új elektromos busz érkezett, és most is új járművekre pályázik az MVK. De a mikromobilitás terén is sikerült előrelépni, tette hozzá, hiszen megérkeztek az e-rollerek, és a bicikli utak is jelentős fejlődésen mentek keresztül. Bevezettük országos szinten is az egyik legkorszerűbb parkolási rendszert, ami a jelenlegi rendszer teljes informatikai és hardware cseréjét is jelentette. Ez a lakosság számára elsősorban az internetes bérletvásárlás jelenti, de természetesen megújultak a mélygarázsok, a parkolóházak teljes beléptető rendszere. A sajtótájékoztató végén Szopkó Tibor Miskolc fejlesztés politikájáról, a gazdaságfejlesztésről és a költségvetési gazdálkodásról beszélt. Mint mondta, az önkormányzati rendszer alulfinanszírozottsága miatt kiemelt jelentőségűek az Európai Uniós források. A jelenlegi városvezetés a 2014-től 2020-ig tartó top fejlesztési programot úgy örökölte meg 2019-ben az előző városvezetéstől, hogy az addigra mindössze 17%-ban teljesült. Nagyon komoly kockázat volt ebben a városban, hogy az ebben megítélt közel 36 milliárd forintnyi fejlesztés nem fogja tudni Miskolc megvalósítani, és nem tudunk orvosi rendelőket, óvodákat, szimbolikus fejlesztéseket, mint az avasi kilátó megvalósítani, csak azért, mert az elődeink nem végezték el a munkájukat. Szopkó Tibor hozzátette, végül sikerült megmenteni a miskolci projekteket és a topos forrást teljesen felhasználta a város. Elkészült az avasi kilátó, számos óvodát, bölcsödét és háziorvosi rendelőt újítottak fel, elkészültek új kerékpárutak és több emberközeli fejlesztést tudtak megvalósítani. Szopkó Tibor úgy fogalmazott, Miskolc már a következő programozási ciklusra készül, a tervek közül példaként említette a Színva zöld folyosó programot, a városrészi központok fejlesztését és az északi tehermentesítőhöz kapcsolódó beruházásokat.